Corruption zenekarban basszusgitározik jelenleg. Ők is voltak Magyarországon már többször. Vagy frakció, de vagy hogy kell mondani franciául? Mindegy. Ott is bolykották a Notre-Dame-ot, de vigyázott a rendőrautóra. Volt egy szabad nap. Mi is fotóskodtunk rá. Ez a párizsi metró. Gyöngyi próbálta megfejteni, hogy hol kell leszállnunk. És Zsülitá meg ott is. Nagyon kemény. Hát ennyi így gyorsan röptiben, az időnk a szalad. És akkor arra gondoltuk, hogy egy kis akusztikus koncerttel feldobjuk a napunkat, és talán átrohozunk a hardcore-ba. Jó? Na akkor jártunk pár számot, az első az izzadjatok, vagyis internetet elégre. Nekem jobban tetszik az a számot, de nyitni adok. Mindannyian disznók vagyunk, akik kitesszük magunkat a kapitalizmus oltárán, kibelezzük magunkat. Yeah.
Nem tudok szerepben. Jó. Oké, a következő számot mondjuk a hittem. Jó, akkor kitek másik.
Akkor az eladó. Jó, akkor titkos. Titkos béketárgyalás. Várjál, szól van. Összeszedett a zenekar. Ági, ugye ez egy svéd gyermekves, nekünk mondtam, és ez hány éves, aki írt a 6-7? Hát, tudom, ilyen nagy pici, nem tudom.